Hello mindenkinek, én Frank Tamás vagyok, és ez itt a World of Tanks. A pálya látható a Malinyovka, támadás mód. Itt a pályának a két oldalán szoktunk elmenni. Most is így fogunk tenni. Az általam vezetett tank pedig egy VK3601-es H modell. Talán a VK közül az egyetlen erőssége az a páncélja. Sokkal erősebb, mint a többi hatos szintű VK. Pontosan elől 100 mm-es páncélja van mind a testén, mind a tornyán. Még jó erőssége a hatos szinten, az az ágyúja, egy 8,8 cm-es ágyú, aminek az átütése 132 mm és átlagosan 220-at sebez. Még amit tudni kell róla, hogy elég agilis és gyors tank, viszont a fordulási sebessége az lassú. Az ágyú kitérőthetőség az még tűrhető, és a töltési ideje az nálam 6,4 szekundum. Talán kicsit kevesebb. Az általam használt modokat, hogyha akarja, akkor felsorolom. Talán föl is teszem valahova, bár elég nagy méretű, úgyhogy ezt még meggondolom. De, hogyha lesz rá igény, akkor természetesen megteszek mindent. Na, akkor el is kezdődött a csata. Én ugye elmegyek balra. Itt én szeretek a bokrokban bujkálni, és onnan hátulról csipegetni. Egy pontos német ágyúval ez könnyű is. Még tudni kell az ágyúról, hogy azért nem a legpontosabb német ágyúk közé tartozik. Elég sokszor lő félre, főleg egy 400 métertől már könnyű vele mellé lőni, de gyors a célzási sebessége, tehát azért közelről vagy közepes távolságról azért könnyű betalálni vele, mint a német ágyúkkal általában. Látszik, hogy azért eléggé top tier vagyok. Csapatomban egyedüli hatos, még betett egy 7-es szintű tigris hozzánk, ellenfélhez pedig egy TD-t, amit ugye az MM eléggé hülyén dolgozik, hogy egy heavy ellen betesz egy TD-t. Ez legyen az ő dolga, elég sok problémánk van szerintem mindenkinek a MM-mel, de akkor nézzük a csatát. Én bal oldalon elmegyek, a többiek már látszik, hogy előkészítik a csatát. Hát én ahogy mondtam, hogy a 3600-as VK elég gyors, ez annyira nem tapasztalható. A többi VK azért gyorsabb nála, de hatos szinten nem mondható lassúnak, a fordulási sebesség az, ami szörnyű. Itt be is állunk az első bokorba, közben ráállunk a stugra. Megpróbáljuk. Jó, sniper mód. És van 200 sebzéssel, hát ez kevesebb, mint amit én mondtam, de higgyétek el fogom érni azt is, hogy 220-at lőjek az ellenfélbe. Itt Su-85 megkapja egyet, 197 sebzés, és még mielőtt el tudna menni, nem is nagyon akar menekülni, úgyhogy is végeztük. Na, aztán a Crusader elbújt. Ugye a legjobb ebben a módban, hogy mivel bokrok mögött vagyok, ezért az ellenség nagyon nem is látja, hogy honnan lövöldözök, csak azt látja, hogy valaki csipegeti a életét, hát 220 azért elég nagy csipés, tehát könnyű ezzel a tankkal nagy sebzéseket összehozni, még úgyis, ha nem támogatnak minket. Most szerencsére támogatnak, Crusader mozgásban van, gyors célzási meg is van, 229. Na ez már közelebb van az általam említett 200-as sebzéshez, de hát ugye elvileg a tankot frontpáncélból kevesebbet sebzünk, hogyha frontpáncélba lövünk. Ezt a végén nem erősítette meg, de szerintem aki játszott a játékkal, az már tapasztalta. Ugye most egy kicsi állóháború alakult ki, én sem merek nagyon kimenni a bokorból, mert lehet, hogy mindenki rám figyel, és hogyha látják, hogy hol vagyok, akkor azonnal kilőnek. Na, Type T-34, még nem vettem észre, most vettem észre, ráállunk, hopp, egy kis elég dühítő. Na mindegy. Pont lemaradtunk, itt pont amit láttátok, hogy lőttem, ez azért volt, mert ott volt egy tank,
akit már nem mutattak, viszont a mozgás irányából én megkockáztattam rálőni. Mint utólag kiderült, el is találtam, de ezt, és látszik is, hogy lement élete, mert 500 volt, amikor bebújt a fedezékbe, és most már sem ennyi nincsen, de 379-re lement az élete. 500 sok volt akkor, úgy látszik, mindegy, eltaláltam, azért ezt az ányra lövöldözést inkább csak tapasztaltabb játékosoknak ajánlanám, akik már azért beleszoktak a játékba, mert különben felfedjük a pozíciónkat, és ami a kevésbé fontos, hogy egy lőszert is ellövünk, hogyha kevés a lőszerünk, akkor ez nem épp a legjobb dolog, főleg úgy, hogy ebbe a 8,8 centis ágyúba 252 ezüstbe kerül egy lőszer, ami azért elég borsos árnak mondható. Na itt a Su-85, egy lövés, átpont alá ment. Igen, itt van, hogy 446 méterre már elég pontatlan ez az ágyú, de lehet vele lődözni, de ne csodálkozzunk, hogyha mellé megy. Na, itt most rámegyek a TD-re, mert éppen a minimapom, ami nagyon jó, hogy mutatja, hogy hol volt legutoljára a TD, de hát olyan pozícióba álltam, hogy onnan aztán el sem menekülhetett, mert akkor észrevettem volna, úgyhogy szépen megkerüljük. Opp, ott egy T49, mindegy, nem tudok rálőni, mert pont ott van a hegy, takarja, de így a Su-152-est könnyen hátul be tudom cserkészni. Jó is, mert pont előtte befotolták, úgyhogy nem kell ugye vakvilágba lemennem, hanem pont egyszerre rá tudok venni. Itt kicsit neki megyek, hogy ne tudjon egyáltalán rám fordulni, hogyha valami véletlen folytán mellé lőnék, vagy árti kilőne a emorekkemet, és pont akkor lőnék. Mindegy, ne tudjon rám fordulni, az a lényeg. 8.1-ben még hozzá lehetett dörgülőzni a tankhoz, nagyon vicces volt, mert ha pont mellé mentünk, akkor nem tudott se előre, se hátra, egyáltalán nem tudott megmozdulni. Most már ezt javították, de még mindig nem lehet kanyarodni, hogyha beáll valaki az oldalunkba, vagy valami, ez nyilván egyértelmű is. Előre-hátra azért már ki lehet táncolni, de azért egy TD, mire így megkerül az idő. Na, itt föl is jövünk, mert ugye 4 tank maradt, 2 5-ös egyik med, másik light, meg 2 4-es árti. Na, itt a Leopardot észre is veszük, ő is észrevettük, hogy az árti be is lőtt, de hát azért elég sok életem van még. Leopard egy lövés, második meghalt, úgy látszik AFK volt. Ilyenkor a legfontosabb az, hogy mindig az ártikra menjünk, hiába nem tudnak forogni, nincsen tornyuk, meg lassan töltenek, de sokkal nagyobb veszélyt jelentenek ránk, mint a med, ez a Panzer 3-4, ami engem lövöldöz. Nem is nagyon érdekel lövöldözni, csak ez volt kb. Utolsó lövésem, mert innen már a frontomat mutatom, amit nem fog átlőni. Lánctartát leszedjük. Volt egy javítókészlete, nem baj. Egy lövés, nem lő rám. Amikor elfogott a lőszer, nem tudom minden esetre, akkor kilőttük. Hát akkor meg is van. 2200 sebzés, ugye. Annyit írt ki, mert mondtam, hogy nem láttátok, még a T-3485-be is belelőttem, amikor azt nem mutatta, ugye azt az XVM nem számolja. 11 találat, 5 kill, lett több XP-ra, már nem emlékszem, hogy mennyit kaptam. Ez egy jó csata volt, aki tud valamit leszűrni, valami fontos információt, azt tegye. Én elbúcsúzom, sziasztok!